Sziasztok! Na, köszöntök titeket az első videoblogon. Ezt a videoblog dolgot már 3 évvel ezelőtt el akartam kezdeni, de most jött el az ideje. Egyben nagyon lelkes vagyok, hogy ezt így elkezdtem, így belekezdek ebbe a dologba. Más oldal azért ott van bennem egy félelem is, amiről majd később fogok beszélni. Milyen cél szolgál ez a videoblog? Egyfelől azt szolgálja, hogy szeretném az életemet dokumentálni, hogy milyen felismeréseim vannak, milyen tapasztalataim vannak, milyen dolgokat tapasztaltam az elmúlt időszakban, mi megyek keresztül. És a másik célja pedig az, hogy ezt mind megosszam veletek, megosszak veletek olyan tartalmakat, amik engem inspiráltak, vagy engem előre vittek, olyan gyakorlatokat, amik az én életemhez járultak hozzá, illetve minden olyan dolgot, amit úgy érzem, hogy hasznos lenne számotokra átadni, azáltal is, hogy én is ezeket a dolgokon mondjuk végigmentem. És a fő kérdés igazából az volt bennem, hogy mi legyen ennek az első videónak a témája, és az első lépést hoztam, mint témát. Mit is jelent az első lépés? Szóval úgy tudnám definiálni, hogy az első lépés az, amikor valami olyan dolgot szeretnénk megtenni, vagy létrehozni, ami teljesen kín van a komfortzónánkból. Mint például nekem ez a videoblog. Ezt be kell valljam, hogy egy jó pár ideig gyakoroltam, mondjuk egy olyan 45 percig, mire ezt idáig eljutottam. Többször újra kezdtem. De valójában ez is egy olyan dolog volt az életem, ami teljesen kívül esett a komfortzónámon, hogy egy ilyen témáról beszéljek, ami egy személyes, kettő meg elég sebezhetőnek érzem most magamat a téma kapcsán. Az első lépés az egy olyan dolog, ami talán a legfélelmetesebb, hogyha valami olyan új dolog felé haladunk. Főleg egy olyan dolog felé, ami eddig nem volt nagyon tapasztalatunk. És nálam igazából két olyan gondolat volt, vagy két olyan minta volt, hívjuk annak, ami visszafogott ebben, és emiatt nem kezdtem el mondjuk 3 évvel ezelőtt, vagy ez, ami igazából ilyen félelmetessé tette a dolgot. Az első az volt, hogy ez a tökéletességre való törekvés, hogy bármit is kiszed, amit kiadok az kezembe, azt szeretem azt, hogyha tökéletes. Például most itt van mögöttem ez a függöny, ha most nagyon még ebben a mintában mozogni, vagy ez a gondolat lenne a fejemben, akkor biztos, hogy letéptem volna, és valami tettem volna föl valami másikat. De igazából nem számít, mert igazából az első lépés ez nem szükséges, ez, hogy minden tökéletesen a helyén legyen, vagy szépen feltuning, vagy felvettem volna egy inget a pólóm helyett, hogy ezzel is ugye mutassam, hogy ez nagyon, nagyon, nagyon professzionális videó lesz, pedig nem ezzel a szándékkal készül. A másik ilyen nagyon érdekes gondolat az volt, hogy bennem volt nagyon hosszú ideig az, hogy szeretnék másokat lenyűgözni, ezzel is szeretnék másoknak megfelelni, és hogy az volt bennem sokáig, hogy mi az a tartalom, amit ma kiteszek, akkor az több embernek fog tetszeni, vagy mi az a tartalom, amit úgy örömmel így megosztanék, de akkor mindig az lenne bennem, hogy úristen, most mit fognak a többiek szólni, vagy hogy nézhetek ki a videón még coolabban, mint ahogy gondolom, hogy kinézek, tehát hogy sok ilyen gondolat volt bennem, de ezeket félreraktam és ezeket elfogadtam olyannak, amilyenek. És az a legcsodásabb dolog az első lépésben, hogy azáltal, hogy megtesszük ezt az első lépést, azáltal felszabadulunk, és sokkal könnyedebbé válunk, mert megtettünk egy olyan dolgot, ami kívül esett az elménk határain, és ezáltal elkezdünk növekedni belülről és kívülről egyaránt. És egy olyan gyakorlatot csináltam, amit megosztanék most veletek, ami segített ebben ennek a feltérképezésébe, illetve amit utána tettem, hogy végülis ezen a félelmen túl tudjak lépni. Az első lépés az volt, hogy vettem egy papírt és fölírtam rá azokat a dolgokat, amiket igazán szeretnék megvalósítani, vagy olyan élmények, amiben szeretném, hogy részese legyek, és elkezdtem ezeket fölírgatni, hogy hol szeretnék elutazni, mik azok a célpontok, amikhez nagyon szívesen elmennék. Szerettem volna ezt a videoblogot elindítani, szerettem volna híres emberekkel találkozni, olyanok, akik engem inspiráltak eddig az életem során, akik valami nagy dolgot hoznak létre, mint Elon Musk, vagy Tony Robbins, vagy akár Brian Tracy, tehát mindenki, akikről nagyon sokat olvastam már, de még feltétlenül nem találkoztam velük mindegyikkel személyesen. És összeírtam azokat a dolgokat is, amikor igazán szeretnék majd a jövőben, hogy legyen egy és mondok majd, legyen egy családi házam, ahol jól el tudok lenni a családdal majd, egy szép kertet, és mindegyiket szépen így felirogattam.
A második oszlopban meg fölírtam azokat a dolgokat, amiket úgy érzem, hogy korlátoznak abban, hogy, vagy akadályoznak abban, hogy ezek létrejöjjenek. Most mondom, vegyük végig a videoblog példát. Például az, hogy úristen, mit fognak mások majd szólni hozzá, hogy biztos, hogy elég jó lesz-e, megnézi-e valaki ezeket a videókat, amiket majd posztolni fogok. És a harmadik oszlopban viszont csak annyit írtam le, hogy mi az első lépés, ami szükséges ahhoz, hogy ezeket a dolgok létrejönnek az életünkben. Mert az igazság az, hogy amikor egy olyan dolgot szeretnénk csinálni, amit nagyon távolinak látunk, akkor sokszor az jön föl bennünk, hogy ezt még nem tapasztaltam meg, ezt még sose csináltam, akkor ez hogy fog úgy létrejönni, és hogy ez nagyon messze van még tőlem. De ez, amikor az elménk beindul, és az elménk szeretné megoldani a helyzetet, pedig igazából sokkal nagyobb bölcsesség van bennünk, mint a saját elménk. És ilyenkor érdemes lelassítani, és csak így végig gondolni, hogy akkor csak kezdjük el az első lépéssel, mert az általában egy nagyon banális lépés. És meglátjuk, hogy ez hova fog minket elvinni. És például a videoblognál az első lépés az volt, hogy oké, mi legyen a téma? Az megvolt. Okay. Második lépés az, hogy felállítom az állványt, és felrakom rá a telefonomat. Ez volt a második lépés. Harmadik lépés meg megnyomom a rekord gombot, vagy a felvétel gombot, és elindul a videó, és most már csak mondanom kell valamit. És a negyedik lépés az, hogy kiteszem a Facebookra, ami majd megtörténik, vagy most már, amikor már nézed, akkor azt mondom, nem, megtörtént, majd látod. Szóval alapvetően tényleg ezek nagyon egyszerű lépések voltak, és mégis amikor az egészet láttam, hogy úristen, videoblogot kell indítani, az akkor ez egy nagyon félelmetes dolognak tűnt. De ez már nem az. Mert az első lépésen megtettem, és már sokkal felszólaltabb vagyok, mint amikor elkezdtem az egészet forgatni vagy kitenni. Szóval, ha adnék neked egy házi feladatot, akkor az lenne, hogy írd fel, ahogy én is ezt végigcsináltam, ezt a folyamatot, írd fel azok a dolgok, amiket igazán szeretnél egyik oszlopban, másik oszlopban mellé írd le azt, hogy mik azok a dolgok, amik akadályoznak téged. Ezekkel majd fogunk majd foglalkozni, vagy szeretnék majd ebbe a témába is egy-két videót forgatni, de ragd le a harmadikat. A harmadik oszlop pedig írd az első lépést, amit meg tudsz tenni akár most. És csak tedd meg azt az egy lépést, nem is kérem azt, hogy a következő lépés is meg, de ahogy én megtettem a videoblognál, de hogy csak kezd az első lépést megtenni. És ahogy ezt elkezded megtenni ezeket az első lépéseket, már sokkal könnyedebb lesz akár a következő lépést is megtenni. Ezt majd erre majd figyeljél. És hát nem maradt más átra, mint hogy megköszönjem, hogy megnézted ezt a videót. És örömmel veszem te is, hogyha ezt megosztod másokkal, és hogyha úgy érzed, hogy ez értéket teremthet számukra, és örömmel várok mindenfajta visszajelzést erre a videóra. Meg úgy egyébként is. Szóval kívánok neked egy nagyon jó hetet, jövő hétre, és élvezd még a vasárnap estédet. Hello!